stábunk annak járt utána, hogy milyen módon védekeznek a virágboltosak a koronavírus járvány második hullámának küszöbén. Szalai Zsuzsa virágkötő elmondta, hogy egyelőre külön szabályozás nem érinti sem a virágboltosokat, sem az ezen a területen dolgozó nagykereskedőket. Ami eddig szabályban meg volt írva, elő volt írva számunkra, azt ugyanúgy betartjuk. Én magam részéről az ajtót nyitva hagyom, hogy a kilincsérénkezés az ugye azt kiköszöböljük. Majd tehát az egyértelműen max viselés. Ne adj Isten, hogyha valakin nincs maszk. Tehát azért akkor tudok neki ott adni oldalt, felkínálom a lehetőséget arra, hogy akkor jöjjön be bátran, és azért ne a vásárlását azért ne szakítsa meg. A kézfertőtlenítés, tehát itt a pultnál nálam is van elhelyezve, ki van téve, és szívesen felajánlom bárkinek azt, hogy le tudja fertőtleníteni a kezét. Én azt gondolom, hogy tehát most egyelőre, tehát most a régi előírásokat azt betartatjuk, és amit még én magam személyében tapasztalok az üzlet nyitvatartás ideje alatt, egyben meg is dicsérhetjük a vevőköröket, mert számomra nem tapasztalható az, hogy nincs maszk, tehát igyekszenek betartani. Most azt tapasztalom, hogyha ugye a pesti piac vagy a debreceni kínálatoknál, tehát ott a ránk vonatkozóan, hogy a maszk mindenféleképpen, amit még, tehát a nagyobb helyeken nyilván ugye tömegesebb csoportosulások, vagy tehát vásárlási lehetőségek vannak, több emberrel találkozunk kollégákkal, ki vannak téve a kézfertőtlenítők a maga a bejárati ajtónál, és mindenki egyértelmű a maszk. Most egyelőre ezt, hogyha nyilván, hogy ha változik a ránk vonatkozó törvény, tehát akkor azt szerint fogunk eljárni. A virágboltos azt is elmondta televíziónknak, hogy ugyan a virág nem hordozója a vírusnak, de a tapasztalatok alapján az emberek óvatosabbak a tekintetben, hogy például nem illatozzák meg a nekik tetsző virágot. Azért jobban óvatosabbak az emberek. Tehát azért ezek a szaglások, amikor régebben jellemző volt, tehát most valahogy egy kicsit ilyen visszahúzódóbb magatartással érdeklődnek, nézegetik, nem fogdosság. Tehát én azt látom, hogy ő maguk is, tehát minden apró dolgokra odafigyelnek jobban. A vásárlók is odafigyelnek arra, hogy egy dísztárgy édesség megérintése előtt a virágboltban kihelyezett kézfertőtlenítőt használják. Ma ezt követően szemrevételezik a kiválasztott darabot. Fogalmazta meg gondolatait a virágkötő.